zörgésben gazdag estét kívánok. Szefasz! Szervusz, Charlie! Én pedig háttérzajmentes podcast fölvételt de sajnos ez most Igen. nem fog teljesülni. Ezt a kívánalom. nálam, a... az eső esik, nálad meg... Hát nálam is néha így elkezd esni az eső, de itt litet. Tehát én majd ledermettem, képzeld, egy... hallgatod az időjárás jelentést, és azt mondja, hogy csíkszered a fölött, az este 5-6 liter eső várható. <laughs> Hát, kész volt. De, Várjál, deklaráljuk, hogy ez milyen területen esik le. Ez négyzetméter, szerintem. Szerintem. Mert uh, hatá... tudod, hogyha liter per per négy szögöl. Vagy nem hát, tudom mert, mert ugye értem. ezt milliméterbe szokták megadni. Igen, az igen, igen. Egyértelmű. Igen, igen, igen. Mert mondjuk az a góbi sivatagban az viszonylag kevés az 5-6 liter. Ah, igen, sanszos. De egyébként én is... Ö, csöcsre szaladtam ma, tehát a, a nyári konfigban indultam el, rövid térnadrág, póló, napszemüveg, hát azt alig néztek hülyének, mikor kijöttem a székházból, napszemüveg a fejem tetején, és esik az eső. Na jó, van mondom. Hogy... Ugye, én, én, vasárnap kijöttem, és tudod, így összepakoltam a kis negligémet, póló, 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 két rövid nadrág, <laughs> és így Teljesen ártatlanul, a picsába mondom, berakom ezt a vékony, fekete, kesuakabátot. kabátot. Tány, mit gondolsz, mibe járok, póló, kesuakabát? kabátért? Ja, azt hittem, azt mondod, hogy az én minőségi, gyapjú öltönyömben. De az adás megfelelő? Ja, nem, nem, azt, azt miután elhordtuk rajta a messzet, mondtam az asszonynak, rakjuk ki a kocsibót, mert... Az én a Zéna, értem, Na, hát a macska ez... még se aludjon rajta. <laughs> Rohadjál <még. gül> Na, De, de akkor... várjál, tudod, mi a szép, hogy a, a rövidnadrágom nekem meg ott maradt. Hol? A szállodába. Egy már. Mondom. Ezek a trógerek nem írtak. Mm. Na, de meséljük már el akkor a kedves hallgatóknak, hogy milyen szálloda, milyen zakó, milyen, mi maradt hol mert nem biztos, hogy mindenki tudja, de én elsősorban, és first of all, szeretném megköszönni az Egyesületnek a támogatását, illetve a szaportját, hogy sikerült kijuttatnia Krisztián mellett engem is a GFN-re. Hatalmas élmény volt. Meg hát te is ott voltál, ugye? Sokat dobott, igen, sokat igen, dobott igen, igen, ugye? Igen. É, és hogy a kronológiai sorrendben szeretnénk haladni, akkor az úgy indult, hogy megbeszéltük, hogy ö, mi, mi sokkal szociálisabbak vagyunk, mint mújó, mi nem buziskodunk repülőgépekkel. Ö, habár mondhatnánk az is, hogy antiszociálisabbak vagyunk, mert mi nem ülünk föl annyi ember mellé, hanem mi egy ilyen kis ökoszisztémát alkotva elindulnánk mikrobusszal, Vár, 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 mert az eredeti elképzelés az volt, hogy hároman megyünk együtt, de de ezt Mujó valamiért kilőtte, tehát hogy, hogy ő nem fog. Nem, egy, egyébként nyilván van igazság abban, amit mond, és uh, majd látni fogjátok, hogy a világ leghülyébb időpontjába indultunk, oda is, meg vissza is. Ne, Igen. Tudnék erre mit mondani, de nem mondok majd később de hogy is mondjam neked, Krisztiánnak ez nem lett volna fárasztó, hisz nem vezetett. Tehát ő csak aludnia kellett volna, azt meg... na mindegy, ezen lépjünk túl. Az indulást az úgy számoltuk, ugye, hogy a hosszabb úton menjünk, ami olyan 950-980 km környéke Prága, Brno és úgy Varsó felé, hogy azért mégis autópályán csak egyszerűbb, mint a körtefa, almafa, Ö, falu ö, kombó keresztül, és, ö, és ezért ilyen nettóban ilyen kilenc és fél óra környékén jött ki az út. De hát ugye számoltuk, hogy megállunk, pisi, ö, kaja, mit tudom is én, úgyhogy rászámoltuk. Kis torlódás, stb. Kis torlódás, anyám kínja, úgyhogy induljunk el, mit tudom is én, 11 tizenegykor. Éjszaka, tizenegykor. Úgyhogy te megérkeztél kilenc környékén, gyorsan még ugye letoltuk azt a hevenyészet podcastet. Most, most live, inkább csak mondjuk live-nak azt nem ment ki live. hanganyagba. Igen, letoltuk azt a live-ot, és aztán erőtől duzzadva kipihenten elindultunk, és még a kocsiban is a jó patreonjainknak toltunk egy kis live-ot, és majd nem, inkább beszúrom most, tehát azt ö, már most szeretném megköszönni, úgy egyébként is köszönjük szépen, ahogy eddig is szoktuk a támogatásukat. Ezúton is szeretnénk megköszönni minden támogatónknak, hogy hétről hétre segítik a munkánkat nélkületek is menne, de lényegesen nehezebb volna. Ha nem tudod esetleg miről beszélünk, olvasd el a show keresd a narancssárga Patreon téglalapot és kattints rá. Még egyszer köszönjük! Köszönjük! köszönjük. De azt is szeretnénk megköszönni, hogy ugye amikor mi elmeséltük, hogy mire gondoltunk a csatorna jövőjével kapcsolatban, akkor Utána való nap elkezdtek nekem jönni az értesítések, hogy, hogy emelték a támogatói mértéket a hozzájárulásnak, jöttek új támogatók rengeteg. Úgyhogy ha úgy, most kéne elindítanunk azt a projektet, amiről beszéltünk, akkor már mehetne is. Ugye csak annyi a, a problémánk vele, hogy a, az első éves díját azt valami nem tudom, azt még megbeszéljük. tudod, amit beszéltünk, hogy azt valamilyen Igen. összekalapolós módszerrel, és akkor el is tudunk indulni. Tehát maximális respekt. Respekt, respekt, respekt. Ha, ha, ha kínaiak lennének a támogatóink, akkor mondhatnánk, hogy respekt. De, de köszönjük. Igen. Ön. Szóval elindultunk, és tulajdonképpen egészen jól bírtuk, azt ugye meg kell jegyezzem, hogy én emlékszel és ismer, de számtalanszor megkérdeztem, Fifika, nem vagy fára? Fifika, nem vagy fára? Ó, oh, nem, Te, elindult. Charlie. tökéletesen mindegy baszki, hogy vezetsz, vagy ülsz a vezetőülésben, és mondjuk én nem mentem a hátsó háromasba aludni, mert, tehát képtelenség. Tehát én Csíkszeredából azért nem vonattal járok, mert nem tudok aludni vonaton se. Hogy közben csattog, megy, megáll, fütyül, dudál, tehát ez katasztrófa. Ö, <hör> mi, hazafele mégis tudtál aludni, na nem is az a lényeg, hanem egyszer csak az történt, hogy ö, Fifika, cseréljünk, nem, Fifika, cseréljünk, nem. És az utolsó nem után körülbelül öt perccel mondtad, hogy jó, a következő pihenőbe félreállok, cserélünk és utána egy pillanatok alatt egy olyan jó két-három órát sikerült pihenned. Én vezettem, tök jó volt egyébként, mert kényelmes volt a, a Scooby-Doo limuzin, és viszonylag üresek voltak, ugye éjszaka is a az utak, tehát én ilyen fél-három magasságába vettem át. Reggel, mit tudom is, én hatig, hétig, nem tudom, nem is ez a lényeg. A, a, a Charlie, Charlie, ne feledkezzünk el, mert, mert nekem az út közben a legnagyobb élményem volt a szlovák a cseh határon a kamion parkolóról, ahol Jó, oké, a... oké, ezt nem kellett volna, Fifika. Tehát, hogy aki... De, de, a, de, plastikusan, egy... hogy aki nem tudja elképzelni, hogyha a legelső a leges-legelső évadját, legelső epizódját láttátok a Walking Deadnek. Na ez nem körülbelül, ez ugyanaz volt. Áltak vak sötétben a kamionok számolatlanul több száz méteren keresztül, keresztbe kasulép, csak föl nem voltak borulva, és akkor tök tehát egy kurva Igen. fényszóró nem volt. Semmi, semmi. Nem az, hogy pisálnak a törökök, vagy ö, ott kéjelegnek a nők, semmi nem volt. Még kivilágítása volt az oszlopon. És akkor, akkor jött az, hogy Charlie, nekünk valahol matricát kéne venni. És akkor ott kerengtünk, karaktunk szembe a formában, mit tudom is én, bementünk, és jól mondom, azt ne várjuk el tőle, hogy magyarul, és mondtuk neki angolul és így néz, mint hal a szatyorba. Fú, akkor ott már bajok voltak. Mutogatott, és mondta, csehül, vagy szlovákul, mit tudom is én. Na mindegy, nagy nehezen, meg tudtuk venni, aztán... És elővette a, a színes nyomtatóval kinyomtatott kis buletínját, ami rajta volt, hogy milyen matrica mennyibe kerül, és mutatta, hogy mutassunk rá, hogy melyikkel kész. Igen. <höhem> Úgyhogy viszonylag ez szerintem azért flottul gyorsan, könnyen le tudtuk zavarni, mert éjszaka nem volt forgalom sehol, tehát tényleg talán egyszer álltunk meg e, mosdó ügyileg, de az már a lengyel oldalon volt ráadásul. Ja, meg egyszer, mikor én cseréltem, de akkor mi a, a prérin ejtettük meg a projektet, és, és utána én hátra mentem volna aludni, hogy egy picit még a konferenci előtt <laughs> ugye még tudjak, és akkor én arra eszméltem, hogy pillanatok alatt elnyomott az állom. arra eszméltem, akkor én már talpon voltam 35-6 órája. Egy ilyen nettó 20 perces alvás után, így elé feküdtem keresztbe, ugye, azon a hármas soron hátul, és megindultam előre. És ugye fékezté. És megijedtem, akkor egy picit még próbáltam, hogy egy zöveti, a csuklómra tekerem, hogy a szó továbbra adjon, meg semmi nem érdekel, dögöljünk, meg nem érdekel, lassan és aztán megint fékezés, megint fékezés, ami betudható a vezetési stílusodnak is sajnos, de hogy bekerültünk egy dugóba, Kabbe. igen, is, kétszer, bekerültünk egy dugóba, rohadjon meg, ami viszont arra volt jó, hogy live-oztunk Krisztiánnal, aki még akkor a reptéren volt. És akkor ő elindult, mi még úton voltunk, és gyakorlatilag ugye az a lengyel szakasz volt a legborzasztóbb, mert akkor az a reggeli csúcs környékét fogtuk ki. Igaz? Tehát ez, Igaz? Egy, ez egy olyan, olyan kvázi autópálya, mert, mert végül is kétszer sáv volt, ahol gyalogos zebrák vannak keresztbe lámpákkal, és természetesen mindenhol szinte sebességmérő, vagy piros lámpa figyelő kamera. Várjál már, Tehát... meg ott volt még, emlékszel a hol kell itt fizetni? Nem tudom, menjünk egyszer, majd csak fizetünk valahol. Ja, És igen, aztán igen, igen, jött igen. a kapu, ami tulajdonképpen nem volt kapu, csak a, a két, kétszer két sávból lett kétszer hat sáv, ilyen osztopok meg cölöpök, így elmentünk ott, azt mentünk tovább. Az semmi nem volt. Hát, Na, gyakorlatilag Lengyelországban egy kurva fillért nem fizettünk, tehát még, még lehet, hogy jönni fog valami papír, főszolítás, nem tudom én akármi, de én a neten néztem, és ott azt írták, hogy fizetős kapuk vannak, bizony, de csak bizonyos szakaszokon. Én bízom benne, hogy egy olyan bizonyos szakaszon voltunk, ahol még nem épült ki a kapunk, Hát Figyelj, hát annyira nem vagyok hülyék, tehát nem volt, nem volt olyan, na Nem, tehát kurvára. olyan nem volt, hogy fizetni kelljen volna. Úgyhogy innen is szorí Lengyelország, nem fizettünk. Hát ez van. Tehát legalább beismerjük érted. <laughs> <laughs> és aztán megérkeztünk, és az egész három nap konklúziójaként azt elmondhatjuk azért, hogy, hogy rögtön ott le kellett sokkolnunk magunkat, hogy még ennyire rugalmatlan nemzet attól függetlenül, hogy lengyel Magyar két jó barát, nincs. Nincsen. Tehát olyan helyen voltunk, ami nem a belváros, de majdnem a belváros, és egyébként nagy utak, nagy kereszteződések. A, az embereknek nagyon megadják a zebrán az elsőséget. Tehát ott olyan nincs, hogy izé parasztba betolom az orrom, csak hogy én át tudjak menni. Megállnak és várják, hogy elmenjenek az emberek is. Ezért emlékszel az ez az utolsó két-három kilométer, húsz perc? Ez az kemény brutál, volt. volt. És igen. akkor oda, oda mentünk ugye a szállodához, ami meg nem felszíni parkoló, meg teremgarázs, de nem úgy. Tehát, hogy oda megyünk, föl megyünk, ott ilyen nagy liftajtó, akkor a kulcsot leadjuk, a kocsit leviszi valaki, a kulcs náluk marad, de pakoljunk ki, de most még nem foglalhatjuk el a szobát, de a kocsit már levihetjük, meg hát szóval borzasztó és volt. a, WC, és a WC-ben öltöztünk át. Ó, Igen, igen, tehát mint az igazi konferencia, Euh, grupik, uh, gyakorlatilag a podgyászunk fölcsaptuk a mosdó mellé, átöltöztünk, sziszegős szappan, hónai hadd szóljon, ing, zakó, uh, a podgyászunkat beraktuk a podgyászmegőrzőbe, és irány a konferencia központ, ahol, ahol uh, az egész volt. Hála isten, hogy tényleg két saroknyira voltunk tőle, és ott megkaptuk a belépőt és nyakpántot. És összetalálkoztunk Migiri Mujóval. A mi Mujónkkal. Természetesen Billion lives póló. Természetesen Kica Természetesen fekete, fekete komandós nadrág, meg fekete térdnadrág szandál. Tehát Mujó, na és akkor, akkor, ott aklimatizálódtunk kicsit, mert hát volt még a megnyitóig egy ilyen két-három-négy óránk gyakorlatilag. Kávézgatás, mindenféle cégek, azokat nézegettük. Ezt, csuklottam egy kurva jót! Na, mindegy. Meséljük először el, a Philip morris stand volt, nem? Az IQOS-os stand? I az IQOS volt az első, az IQOS a majdnem szembe a másik oldalon volt a, a Snüsz. Hát a, a, az... a digitális Snüsz volt ez. ez igen, a, igen, ez ez tehát már a, a ből most már nagyon sokféle létezik, ez a dohánymentes. <coughs> Igen, tehát ez a nikotinsós snüssz volt. Nikotinsós snüssz volt, én abból uh, kaptunk Charlie-val kóstolót. És Csárli uh, Charlie szakszerűen fölhelyezte a snüsszt, és ne, elkezdett fifika, csuklani, fifika, mint... be, hogy tulajdonképp azért mentünk oda, mert nem volt ott senki, és ki voltak rakva ezek a dobozok. És úgy döntöttem, hogy ez biztos valami repicúcsa, így úgy le fog nyúlni egy topoz. Igen, és akkor én ki is néztem, tudod, ott volt hogy három mg most. na, mondom, ez biztos jó lesz nekem. Abban a pillanatban oda lépett mellénk a nő, és hmm, tetszik Izé hozzá, és akkor mesél tovább, hogy mi történt. És akkor tartott nyilván egy kis előadást a, a Snüszről, ami tényleg egyébként egy remek uh, nikotinpótló eszköz, amúgy, uh, és uh, Adott nekünk, tele vett egy a polcról egy dobozt, és adott nekünk egy ilyen mentolos uh, snűzt, hogy ezt úgy kell elkészíteni. Nem citrusos hogy volt. Cit, is férdezte, mentolos, hogy citrusos, Igen. mentolos citrusos. És a mentolnak benne kell lennie, mert a nikotin csípőségét azzal lehet uh, egy picit uh, abszolválni. És akkor ezt úgy kell elképzelni, mint egy ilyen nagyon pici teázzacskót, mint egy ceruza, egy vast, mint egy ács ceruzából levágná két centit, az egy zacskó, és abban van egy fehér por, nyilván nikotinnal és ízesítőanyagokkal átítatva, és Charlie behajította, és beraktam én is. És a így, hát nem tudom, mennyit eltelt egy. Hát szerintem pár beszélgetett perc. a nő, és egy ilyen húsz másodperc talán. Röhögé, röhögé. És elkezdett csuklani. Most azért de, azt tudni kell, de, hogy... Ugye tudod, az egésznek az, az volt benne a vicces, hogy állunk, ott beszélgetünk komolyan, nagyon komolyan nézünk, tudod, így értékeljük a szemünkkel a mondani valót, ezt képzeljél el minden ha a kedves hallgató, ö, zakóba, ingbe, ö, kicsípve, és akkor egyszer csak ilyen és frakkon egy ilyen csuklát, és aztán ez elindult, mit tudom is, én három másodpercenként. És akkor, akkor mondja hogy milyen erős nikotin most uh, uh, ja, ja, ez hatos, ez uh, very strong. Mert nem is néz, te tudod, csak így Elmondom hármast, azt mondja, á, ezzel valami nem stimmel is. Nézi a dobozt, dobozt, és ugye ott úgy volt, hogy ha valamelyiken rajta volt, hogy három meg hat, valamelyiken meg, hogy normál meg strong, és ő meg kikapott egy strongot. Hát mondom, zseniális vagy. Azt mondja, jó, akkor köpjem ki. Már itt jött az első olyan kellemetlen, mert hát, tudod, volt a doboz, és akkor, hogy oda tegyem be, majd ő ott egy csipeszével elrendezgett. Szóval, hogy egy, egy nő előtt, így egy ilyen nyálas, úgy képzelje el, aki még ez nem látott olyan, ilyet. olyan, mint a rágógumit kirakni. Ez úgy néz ki pontosan, mint, a, mint, azok, a, azok a kis rágók, az orbit rágó, vagy mit tudom is élni? tehát egy ilyen kis pasztilla, ilyen, mint a tea filter olyan ö, filterben, ami nem Ez ázik pont szét. olyan, Charlie, mint mikor a fogorvosnak kiveszi a csipesszel a tampont a szád Na igen, volt. ez ugyanaz volt, csak, csak kissen, egy vadidegen nő, csak és kissen, nem a fogorvoson igen. volt, igen. És akkor gyorsan elszaladtam inni egy pohár vizet, a, a a pillanatban meg is szűnt a dolog. Úgyhogy. Bassza meg a pacalom. Hát ez Na volt. És akkor elfordultunk balra, ott volt az icos a, a standja, amin egy ilyen baromi jópofa, tükrökkel összevetített, kétsíkú ilyen. Nem, nem, videó. nem, nem, két, nem, az izé volt, az hologram volt. Nem, 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 nem. De hát a nő hát, azt mondta, mondja, hogy hologram. Én a... Jó, oké, szerinte az volt, én azt kurvára megnéztem. Egy álló kivetítő és egy 45 fokos tükör, ami az alsó kivetítő képét hozta be középre, és itt valóban olyan tehát volt egy háttér. Nem, várja. Sose. akkor azt te félreértetted, nem. Az azért volt ez a tükör úgy megtörve, mert amikor te oda benyúltál kézzel, meg ott kaszaboltadott a levegőt, akkor azzal valami interakciót ki lehetett vált. Na mindegy, tök mindegy. Tehát ilyen interaktív bizony. Az, csak látszott, elindítottad a... Látszott, hogy nagyon készültek egyébként rá. Tehát... Lejátszást, és akkor így tökre csodálkoztam, így körbenéz a csaj, és megszólal magyarul. Akkor Nem. most itt mindenkinek... Be... mert megnézte a, 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 mi a Megkérdezte angolul, hogy beszélhetnénk-e magyarul. Ja, igen. igen mert hogy látta, hogy mindenki magyar. Ugye, mert a tábláján ugye, meg az volt, is. Hogy, hogy magyar volt, de hogy az volt ott a Svájc, tehát ezért nem esett le nekünk igazából. És aztán az Icos tanja után volt a Glow, ami ugye szintén egy hasonló uh, Heat Not Burn szerkezett, mint az Icos, csak azt a, a Bat csinálja. És aztán még volt egy japán, tehát én ott láttam azt a japán cuccot, amiről majd azért beszélni fogunk, és aztán így ö, ö, lementünk a, a halba utána, a nejeddel beszélni, és én akkor jöttem rá, hogy még mindig ben van a snüssz a pofámba, és kezdek rosszul lenni. Tehát, hogy így... Igen, igen. így nem, fej, úgy, nem fejbe nem, úgy mondtad nem, hogy. Na most már lehet, hogy ki kéne venni. <laughs> igen. Igen, az jó volt. Na mindegy, de végül is jó volt. Jó, jó, abszolút. Eufors euh, nüsz. Eu igen, ugye azt kell tudni, hogy, hogy ez az Unióban tiltva van, egy-két északi ország kapott rá ilyen mentességet, mert hogy ott ugye Szociálisan ezt a szert használják nikotinbevitelre, és nem dohányoznak, mert ugye szarú néz ki, hogyha egy ilyen halászhajón megpróbálod a cigidet meggyújtani. Tehát ez konkrétan lehetetlen, és a snűsz így ö, alakult ki náluk. Ez a szájba rakós összetekert dohánycsomagokkal kezdődött. És ez most uh, volt egy szervezet, ami minden egyes kurva előadáson megszólalt, és EUfors euforsnüssz, eu és beszél... uh, Van valami kérdésük még? Um, <laughs> azt szeretném snüss. kérdezni, hogy, és akkor tudod, ez a, amikor egy mondaton belül uh, témát tudsz váltani, egyébként pedig nüssz, és még a pólójuk is, sapkájuk is minden, nüssz volt, de azt mondja. Krisztián egyébként, hogy világi figurák, egyébként vidám társaság volt, ketten voltak így, mellettem ült pont a, a filmvetítésen a, az egyik srác. Üh, és akkor ez, ez úgy lezajlott, akkor ott kis kávék is te, az, azt meg kell hagyni azért, hogy kitettek magukért, tehát ö, Nespresso, párnás, tehát ez a, olyan, mint a kávé kapszula, csak ez az iparia, ez ö, ez, hogy ne haza, ez ilyen párna és ilyen alumínium akármi. Na, szóval ilyen kávégépek, számolatlanul rogyásig, meg üdítők, meg limonádé, citromos, narancsos anyám kínja végig. Az ebédek jók voltak, szerintem, ilyen állófogadás a Klassz, szerint. tehát abszolút ö, ö, jó volt a... Nem, minek hívják ezt, amikor a, ez a kaja, meg a főszolgálás, meg, meg úgy a... A minden, tehát Igen, igen. Az tehát abszolút rendben volt. Nagyon klassz ásványvizek voltak. Narancsa, mentával, Tehát tényleg. És mindig hordták fel az asztalt, és mindig volt kint valami ropogtatni való. Még, még reggel is pedig. Hát ugye, kurva korán kezdtek. Igen, ez beteg volt. Na de még csak az első nap vagyunk, tehát itt igazából nem is, nem is adták meg a lendületet a dolognak, de, de már volt egy kis éron, már volt egy kis beszélgetés, itt még az igazi rockstárok nem mutatták meg a foguk fehérét sem, meg magukat sem, mert nem mindenki volt ott a nagyok közül, de, de ott Krisztiánnal ketté szakadtunk, ezt majd Krisztiánnal úgy gondolom, hogy csinálunk egy egy videós blokkot is, ahol a, az előadásokat beszéljük, egy kicsit ki, összefoglaljuk meg mindent. De annyit spoilerezzünk el azért, hogy Krisztiánt jelölték, és a jelölést elfogadta, tehát Krisztián hivatalosan is a, az INCO-nak a, a testületében mostantól ö, aktív. Ha tag. Jó, ha jól tudom, akkor a pénzügyi felügyelő bizottság. Igen. Nak, ö, talán elnöke, de nem vagyok e, benne. nem, valami számvizsgáló bizottsági tag szerintem, tehát vannak fölötte. Ő ezt, ő ezt el fogja mondani igen, konkrétan, igen, igen, pontosan, igen. hogy de kapott szép milyen vállalt. Mellényt. Nagyon rendes volt, mert megbeszélte velünk, hogy akkor most ő ezt vállalhatja, elvállalja egyáltalán meg Sallala. Mondtuk neki, Krisztián, hát ne viccelj már, hát persze. És ott beszéltük És meg, ne... hogy le kell cserélnünk a logót. Igen, 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 igen. igen. Cseréljük ez ez egy többeknek... nagyon uh, fontos Ucsán, dolog. Mi? A többeknek nem esett le, mert csak annyit írtunk ki, hogy valaki tervezzen már egy újat. Tehát nem az ötletességre kell menni, nem a, nem a. Jó, hát legyen benne fantázia, mert végül is az osztrákoké is kurva, nagy azzal a birodalmi sassal, az meg ahogy fújja ki a gőzkarikát, de tehát nem kell így a tekerés, meg a vaper, meg, meg anyám kínja. Tehát millió olyan volt, így, így nézegettük. Emlékszel, kérdeztem, és hogy Krisztián, ez, ez kié, vagy, vagy mi? Mert nem derül ki semmiből, nincs ott betű, csak egy logó, meg valami. Csak hogy olyan, olyan, olyan rollap legyen már, mint a mostani, mert az tényleg úgy beleszürkült a fehérbe, és, és menthetetlennek tűnt a többihez képest. Hát mindegy, a hogy, hogy ugye a, a, a mostani logónk az egy kurva hosszú, ugye villanypár Egyesület. Az Egyesület úgy van bejelentve, hogy hosszú névvel, rövid névvel, és a rövid név az a vaper. Tehát én azt gondolom, hogy ezt kéne megcélozni, azt nyilván nem kerget minket se a török, se a tatár de van rá időnk, hogy egy, egy jól megindokolt formájában és, és, hatásában a lényeget visszaadó logónk legyen, de, de nem... Igen, mert sajnos nem, nem, vágják a, a külföldiek, és csak úgy hivatkoznak ránk, hogy ránéznek, és Hungarian Vapers, mert hogy Vaper, ennyi van benne, de hogy Ugye egy kicsit az erbetű is erőltetett nálunk a, azzal a copyright Igen, vagy nem a... tudom, és én, mi az Istennel. Copyright, -cop ami egyébként tök hülyeség, ugye, mert nincs levédve semmilyen szinten, se a név, se a, a logó. Na visszatér. Ennyi. Ja, mondjad? Ja, okay. Ennyit Vissz... akartam csak. Visszatérve az eredeti mederhez, ugye azt beszéltük ott meg, hogy akkor legyen az, hogy meg Krisztián viszonylag sokat volt az inkós bandával egyeztetni a, tudod, a nemzetközi helyzet fokozódik. Tehát a, azt, aki, nem tudja, aki nem tudja, az inkó az egy szövetség gyakorlatilag, és a nikotinfogyasztó egyesületeket fogja össze. Tehát én még bemehettem volna, de Nyilván a Krisztián meg azért volt ott, hogy képviselje az Egyesületet. Csárlit meg nem akartam egymagára hagyni, mert mit tudom én, mit csinálott ott a folyosón. Hát de be Bem, volna ahova. igazából, mert nagyon invitáltak ők is, meg a Krisztián is, de... De úgy, nem, 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 ha, ha emlékszer, akkor az zárt ülés volt, ahol uh, kezdtek, és uh, oda, mint egyesületi elnök, bemehettem volna, ja, de te már nem. De hát uh, nem is mentünk volna, mert ugye azt beszéltük meg, hogy... Uh, ugye a múltkoriból kiindul, hogy Krisztián nem tud 56 felé szakadni, csináljuk azt, hogy megbontjuk erőinket, és akkor Krisztián volt az inkós vonalon, mi pedig mentünk az izontekre, meg hogyha több panel volt párhuzamosan, akkor Krisztián az egyiken, mi ketten a másikon, és, és azért így nagyjából le tudtuk fedni az egész rendezvényt de még csak az első nap végénél járunk, ahol te baromira fáradt voltál, ugye a vezetéstől is kidőltél. Nagyon... Mi meg úgy döntöttünk Krisztiánnal, hogy megyünk szocializálódni, és akkor egy live-ot is tolunk az első nap eseményeiről, már ott a Sphinxben, ahol a sörözgetős, kajálgatós este volt, és ott megcsináltuk a live-ot, volt voltak ott hátul az inkós haverjai tudod, így nézték, hogy ezek live-olnak, mit csinálnak, a Krisztián röhög. Ezt én csak nézem, az meg ott a képernyőn, hogy, hogy a mókus mögöttünk egy integet tudod, mint, mint, mint itthon szokták. Szia, mama, szia, itt vagyok szia, vagyok! szia, mama, itt vagyok! Így, <laughs> igen, igen, igen. Aztán ö, befutottak Eronék, aztán már hát nem is tudom... Kicsit ott a beszélgettünk, aztán, aztán összecsapódtunk a, a, a az, in, az, inkós haverjaival, és, és, az angol hát srácnak nem mondanám, inkább ilyen velet korabeli a, a figura, vele beszélgettünk, és utána nem tudom, sok sör volt, én még sörtől nem karmoltam be, de, de itt sikerült, és, és, és akkor valamikor, amikor jöttem ki pisilőből, akkor, akkor találkoztam össze iron -nal, és jaj, de megörült, hát azért jó volt, hát csak 2012 éve találkoztunk, másfél éve, és, és kicsit faggatott, hogy mi a helyzet, hogy vagyunk, mint vagyunk, aztán beszélgettünk kicsit a családról, azt mondom, induljunk el kifelé, mert ott van Krisztián is, és akkor vele is, ó, még akkor várjuk meg Janet, addig ott a pultnál a szállásadója valami, valami lengyel srác volt, az mondta, hogy, mert mond, tudod, jött a veszekedés, hogy gyere, mondom, meghívlak egy bármire. Nem, 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 ő hív meg, jaj, mondom, abból már volt, akit gondok, legutoljára, amikor engem meghívtál, elhagytad a hitelkártyát, <laughs> röhög. <laughs> 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 Úgyhogy Úgyhogy utána meghívott minket a lengyel a srác, mondta, hát ugyanazt kérem, mint Éron, meg ugyanazt, amit te mit iszol, valamilyen barna sör, van, szűretlen vagy. Olyan giniszszerű. szerű Hát, Fifi... Világ legszarabb -e. Igen, ezt akartam mondani, ha itt áll még szar, hát, <laughs> tudod, ez nem olyan, mint a likvidné, hogy gondolkoznod kell, hogy mi van benne. Így nyelven Isten, baszott. Milyen nem, ez úgy nyelven baszott. Benne. Hogy, igen, ezt nem kellett szeretelni. Itt az első korty, éreztem, hogy nem fog legurulni mind, ez három deci volt, tehát az már nagy baj, hogyha már annyi se meginni, és éreztem, hogy karamel, éreztem, hogy, hogy pörkölt kávé, ó, oh, mondom, de tudom, mosolyogtunk hozzá, jaj, de rendesek, köszönöm szépen. Akkor ott összesodort az éj, jaj, bassz, ha tudnám, hogy ott már nem voltam azért teljesen teljesen száraz, és nem emlékszem, egy nővel beszélgettünk, aki jogász volt, és egy vonalon mozgott, és nem tudom neked megmondani az igazság, de irreleváns a történet szempontjából kimentünk, ö, és akkor ott bandáztunk ki. Utána kiderült egyébként, hogy ez a figura, aki, aki a Krisztiánnak a spanyol, ez az angol muki, ő, szerepelt a, a legutolsó filmjében Éronéknak. Úgyhogy így, így úgy, utána kijött Jenny is, és akkor így öten ö, kokettáltunk, beszélgettünk, hogy ö, milyen volt, nagyon, nagyon kedvesek voltak egyébként, mert megemlítették, hogy ugye most voltak nemrég ö, Ausztriában, mert nekik azért, mit tudom is én a, a nagyszüleik, ugye nekik még németek, meg osztrákok, tehát ezen a vonalon mozogtak, onnan is a név, és olvasta, hogy írtam neki, hogy itt vagy, 300 kilométerre ugorjatok át, és mondta, hogy, hogy esküszöm, hogy át akartam menni hozzátok. De hogy azt mondja, megkérdezte az autóbérlős figurát, hogy, hogy át lehet a másik országban és mondta, hogy persze, hova szeretnének? Magyarországra. Magyarországra. Ja, oda nem. oda nem. Ó, mondom, basszus. De mondta, hogy mindenféleképpen hanem ha nem most, akkor majd tíz év múlva nem tudom. Valamikor, valamikor, biztos jönnek még, mert... Egyszer, egyszer, elérjük azt a szintet, hogy átengedik a kölcsönautókat hozzánk. Igen. Szóval, Szerintem valami ez valami... a munkácsi képpel lesz összefüggésbe, Csárli, tudod, hogy ott <coughs> az autók kölcsön... Emlékszem, az meg a, 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 Joe átvitte a munkácsi képet, azt se vissza. Faszom, nem lehet autóval átvenni kész. Igen. Úgyhogy nem, nem túl, hát a fenne tudja, hogy mennyire nem túl. De megkérdeztem Jenny-t is, mert hogy mondom, Éront hagyjuk egy picit a témával. Jenny, láttad a, a dokumentumfilmünket? Jaj, igen, nagyon tetszett. Jaj, jó volt. is. Oké, okay, jó. Ennyi, nem, nem is akartam neki többet mondani erről, hogy mi van, hogy van. De, de, tehát akárhányszor ott voltunk úgy, hogy, mit tudom is én, Éron, Megmondjuk az a lengyel mókú. ja nem, várjál, a, az valami törvényhozásból volt az a nő, valami, valamilyen ilyen, izé, valami ilyen, ilyen pártnak a képviselője volt, és elkezdett neki dicsekedni Néron, hogy egyébként Robert az, aki megcsinálta a, a magyar premiért, és, hogy, és megint jött, hogy az a gyönyör, és tehát nem az, az uránia, ami nem az, hogy az egyik legszebb, hanem szerintem a legszebb. Jó, mondom én, érom, hagyjuk. Az nem, biztos, nem. hogy az, az urániánál jobb helyszín nem lehetett volna találni. És gondolj bele, hogy kerelni. mi gondolkoztunk a korvinon is. nem mindegy, zárulja bezárva. Úgyhogy hát az első nap ez volt, mondom, szerintem én olyan fél egy körül föladtam, Krisztián fél kettő környékén mondtam, hogy nekem most elég volt, mert pff, sok volt, sok volt, tehát itt ez 8-10 sör, nem vagyok én ezt hozzászokva, fáradt is voltam. Úgyhogy jött a másnap, amikor meg, amikor meg nem is az, hogy olyan fáradtak voltunk, hanem ez, a, amit te is mondtál, ugye, hogy kurva korán kellni. Tehát, hogy egy konferencia, az meg is 8-45-kor, Gyilkos volt. Gyilkos volt. És úgy, hogy ugye mi még lementünk előtte reggelizni a szállodába. Reggeliztünk, így van. Igen, és akkor egy olyan, egy olyan 20 perces geppel mentünk. Azt azért, azt azért hozzátenném, hogy én ettől a reggeliző helytől kurvára nem voltam elájulva. Tehát ezt már ott mondtam neked is, hogy te nem tudom, hogy milyen Rothschild helyekre járkáz, de a... Aha, én voltam már azért Négy meg öt csillagosba is, és az, hogy az üdítőjük, a rostos, az mindenhol gépi, és nem százszázalékos, az is ziher. És egyébként szerintem hát, a reggelivel, de hát az ízlések és pofonok nekem tökéletesen megfeleltek. Charlie, én, én voltam Bukarestben is, uh, aránylag uh, kiemelt szállodában meg nem kiemelt be is, de, de az százszor külön volt, érted? Voltam Bulgáriában, voltam ki, a Kínáról, ne is beszéljünk. Mert basz, itt neked mi nem, tetszett itt? szerintem egy, tehát a a lift baz meg lengyelül mondta be a szinteket. Tehát nem, ettől, az Bemondta, ettől, nem, az bemondta lengyelül és angolul is. Nem figyeltél? Hát el. akkor csók, csókoltatok mindenkit, az neked full lengyel volt. Mindegy, ö, lementem a kisboltba, ott is olyanok voltak, mint egy darab szar, érted? Nem De most tudom, a nekem reggeliről, ez az reggeliről egész... beszélünk. Tehát most a szálloda reggelijéről okay. beszéltünk. A, reg, a szálloda reggelijébe az a narancslé, meg a nem tudom, mi volt a másik, tehát én még ilyet nem láttam, érted, hogy úgy jön, mint a csíkos kóla az meg, hogy, hogy kicsi narancs, kicsi víz, kicsi narancs, kicsi víz, kicsi narancs, kicsi víz. A, a volt valami májas, ami úgy, úgy, nézett ki, mintha a fűrészport be. Volna. ezt csak mondom neked, hogy mennyivel lett volna másabb, hogyha a gépben keverik össze. Mert még egyszer mondom, mindenhol ilyen nagy zacskót raknak rá, és azt keverik. De No, tehát érted? Ez, ez olyan volt, mint a háromszázalékos os narancslé. Tehát, ha, uh, valaki, ha valaki esetleg hallgatja, gyerekek, nem olyan volt, csak fifika, ilyen, ilyen kis, kis gúr, nem, nem, Szerintem Charlie nincsen tisztában narancslé fogalmával. Nem, hát én ilyen persze, én, én ingénytelen paraszt gyerek vagyok, hogy a kenyér, a, választék, a kenyér választék, illetve kenyér és péksütemény választék, az szerintem tragédia volt. A, de főleg a kenyér. Tehát még péksüteményben lehetett találni olyat, ami fogyasztható, de a kenyér az tragédia volt. És ott a, mi volt a, tragédia? Mert hogy négyfajta kenyér volt. Csárli, te, te, én nem tudom, nyilván nem egy helyen ettünk. Hát, Érted? Azért mert, mondom, mert, mert volt. Egy volt. Fajta, volt egyfajta kenyér, ami ilyen, ilyen ö, barna ö, nem is tudom szintén ilyen fűrészporos szar volt. Volt valami uh, fehér kenyérnek átszázott uh, borzalom, és ezzel vége volt egyébként a kenyérnek. Akkor tényleg és rossz volt helyen féle... voltál, mert a má másik oldalon volt, volt, három féle, amit saját, féle, saját három magadnak tudtál vágni. Nem, saját magadnak sütemény. vágós kenyér ott volt a Tojás rántott, nem tudnak sütni baz meg, mert csicsagott az olajtó. A, nem is hát a kolbászka, az az angol szoszics kinézetű borzalom, érted? Hát abból nem mertem venni konkrétan. Sonkából ez a, ez a borzalom mindenféle ilyen szójával turbózott szar volt, és azt hiszem ettem kétféle szalámit, és egyik se tetszett, mert pattogtak, mint a gumilabda. Szóval nekem, nekem, nekem abszolút, talán volt valami fehér sajt, ami teljesen... Uh, rendben volt, és nem azért, mert én egy ilyen, ó, oh, az meg, mert itt Csíkszeredába lemegyek, azt mondom, hogy bundás kenyér, te azt megcsinálják, vagy, vagy akármi, érted? Tehát itt nincs védasztalos reggeli. De ez még, ez is külön, mint hát, ott ki volt. Pakomére. Valami más bolygóról jöttünk, akkor én csak tavaly körülbelül 40 szállodát végigjártam hirtelen, és tehát semmiben az nem pont volt szó, hogy te hány szállodába jártál. Jó, nekem, csak nekem mondom, ez, hogy ez kül ez a úri igényeid vannak, és ez pont az Nincs a szállodai kiszolgálás Nincsenek úri csak utálom a fűrészporos szarokat. Hm. Mondom, okay. hogy rossz hát oldalon lépjünk, álltál szerintem akkor, lépjünk, mert a másik lépjünk. oldalon, ha végig hallgatsz, akkor ott voltak azok a kenyerek, amiket nem is említettél. Amit magadnak lépjünk kellett túl, volna vágni. Lépjünk túl a de miért lépjünk hát túl? Nem lépjünk mi, túl, milyen, az milyen, De az is milyen dolog, hogy magadnak vágod. Jó, hogy már nem én nem megyek le, ezt ja, hozok hogy a ez boldogó, neked új kenyeret. egyébként, elmondom neked, fölmész a gajeltető faszom, tudja, milyen hungest hotelbe, ugyanígy magadnak vágod, mert azzal garantálják azt a frissességet, hogy az biztos, hogy nem nyúlt más hozzá, és olyan vastagot vágsz, amit szeretnél. Igen, csak a száraz kenyérettől nem lesz puhább. Aha, jó. jó. Okay. Oké. Okay. Gyerekek, egyébként kurva jó voltak a ha hallgatjátok. Na, aztán első nap, hát, vagy első nap, nem, nevezzük második napnak. Várjál, várja, Ott... várjál, mert a nulla, tehát a nulladét Ne, hát napon... azért mondom, hogy az volt az első, akkor nevezzük azt elsőnek, hogy ne, ne legyen már ilyen, ilyen, izé, sze Szerettem volna csak annyit elmondani a nulladik napról, miután elmondtad, hogy kivel basztál be, meg kivel nem, hogy a nulladik napon gyakorlatilag a, az izontekes előadások mentek le, amik konkrétan a három legnagyobb dohányipari múltinak volt az előadása, a saját Magiz uh, alternatív, alternatív eszközeiről. És a legnagyobb durranás az volt, hogy a Philip Morris uh, előadója ott is elmondta, hogy bizony föltett szándékuk, hogy kivezetik, 10-20 év alatt Európából a hagyományos dohánytermékeket. Pont. Jöhet a másodiknak. Még annyit akkor ráfűzök, hogy a izontekken még ugye, ugye ott volt a, a Japan tobacco, a, ugye náluk azért hangsúlyos a dolog, mert náluk a, a villanypára, elcigi, minden szírszar és hasonló be van tiltva, és lehetett is látni, hogy a japán delegációk egyébként orvérzésig ájkosztoltak, mindegyik, egytől egyik. Tehát nekik ott ez megy. Hát vagy, és, vagy glót. Hát jó, <coughs> úgy mondom, hogy hit és De egyébként nem gló volt náluk. Tehát akikkel, tudod, oda is jöttek hozzám, azok mindegyik ezt a szart szívta, és akkor ott nem is csak ilyen uncsi, mint a tiét, hanem terep, mintás, pink, meg ilyen hülyeségek ilyen színbe, Láttam neked egyébként nagyon jó tokokat most gírbeztem. Bőrből is. Na, de ez off. Ö, és azt elfelejtettük mondani, hogy első nap egy érdekes számot a fülünkbe rebegett a magyar nő. Mert ő azt mondta, hogy az ICOS mindenféle tudományos kísérlet, és, megbízta megbíztak ezzel embereket, és izé, és 95%-kal kevésbé káros, mint a hagyományos dohánytermék. Ott egy picit fönnakadt a szemem az elektromos cigit mélyebbre elraktam, és próbáltam volna, akkor visszakérdeztem, hogy ez a 95% ez honnan van. Hát mindenféle tudományos kísérletekből. Aha. Meg hogy ugye nincsen benne se szálló részecske, se anyám kínja, tehát ez már tényleg csak a hegyi levegő tud ezzel vetekedni. Én nem szálltam vitába vele, de... De azért azt erősen. Szerintem egyébként azt ott is mondani akartam neked, hogy én ezt a. Ugye a Philip morris van egy saját kutatás, és ezt Krisztián is többször elmondta már, hogy a, a Philip Morris őrült módon vigyáz arra, hogy minden eredménye jól követhető, megismételhető tényleg abszolút rendben legyen minden, és hogy ne tudjanak belekötni. És két évvel ezelőtt olvastam ezt, a, ezt az anyagukat, amit most is szerintem azóta bővítettek és publikáltak, és ott még 85% hangzott el, és a 85%-ot egyébként abszolút le, reálisnak tartom. Tehát az is lehet, hogy szerencsétlen nőben volt rosszul leprogramozva a 85 és a 95-öt az elektronos cigarettával kapcsolatban szoktuk emlegetni, most már 97-et inkább, és ő meg lehet, hogy ezt így fölkapta, és a 85 95-öt mondott, de <coughs> Isten bizony meg fogom nézni a, a, PM Science, ugye Philip Morris Science, Pont fönt van a full teljes anyag, és ott meg lehet nézni a, a kutatási eredményeket. Ugye ez azért is érdekes, mert utána nem sokkal Farsalinos ö, ö, osztotta meg, hogy a kanadaiak összemérték a, a hagyományos cigarettát, az, az icos meg az e és, ö, és ott van összeszedve táblázatban formaldehid, acetaldehid, acrolein, propionaldehid, és a többi, és a többi, és a többi. És azért szépen látszik a a mennyiség mindegyikben, tehát most mit tudom, formaldehid, itt nem is megyek tovább, csak cigaretta egy szálban ö, körülbelül 60 mikrogram, mert hogy itt mértékegység nincs, de csak a számokat, 60, IQOS 5 és 6,4 között, tehát ott a tizede. Az ecg meg 0,5 és 1, tehát ott az, az elcigi az meg az IQOS-nak a tizede. Tehát ezt azért Helyezzük már el a tengelyen, és akkor a 95%-ot tegyük mellé, amit a nő egyébként igen, állított. Igen, de... igen, igen, igen. De mindegy. Complete. Ö... hányszor nyomjak még erre a fosra? É, igen. És akkor a második nap mi volt? Még akkor kezdődtek el, mert ugye kaptunk szép füles szatyrot, ilyen szövet szatyrot, benne mindenféle prospektus, meg, meg időrendi tábla, meg anyám kínja, és egy dolog nem nem lapoztunk már el odáig, hogy megtaláltuk magunkat benne. Na, ott volt, még sose volt ilyen, benne volt a nevem, és ott volt, hogy Persecuted, Directed by Robert Bernarius. Hú, mondom, de zsír! Kezdődik a, a, a vetítés, úgyhogy ott Éronékkal összetalálkoztam még, mikor rendezgették be a szírszarokat, és ugye mi ketten be is ültünk az elejétől fogva, Krisztián... Gyakorlatilag aznap mi csak filmeket néztünk. A, igen, igen, Krisztián az kicsit később olyan egy óra környékén csatlakozott, de fizikai fájdalmai voltak neki ettől. Tehát borzasztó, hogy inkább egy értelmes előadásom, mint a film. Jó, Krisztián, ki, ki fogod bírni? Kezdjük a... Az személyes észrevételekkel kezdem, és aztán majd persze gratulálunk a nyerteseknek is egy nap múlva, de hogy pozitívum, hogy bejutottunk a legjobb hatba. Az szűrődött le nekem egyébként benne, mert rengeteg olyan film volt, amit még Éronik készítettek megbízásra, és de hát azokat is levetítették végül is. Jó. Amilyenk az utolsó előtti volt majdnem. Igen. Hogy követ kaptam már de hogy mindenki el tudja helyezni a, a szám egyenesen a, a matekot, szóba került ott, mert volt ilyen kiülős Q&A is, a, akik ott voltak készítőknél, és annak egyébként örültem volna, ha nekünk is az a kérdést, de meg fog jelenni majd nem sokára, mi már ugye láttuk, de úgy tudom, hogy ez majd csak júliusban fog debütálni, ez a mm, Vaping Not Dead... Vaping Not Dead, így mondjuk. Ez a Walking Deadnek a mintájára a nyolcadik évad első epizódja, amikor négen térdelteti a népeket, és mindenkit a Lucilla le gyilkol, és de, de fifika, te, Nézted a Walking dead -et? Nem, tehát nem. én ah, nem tudom, ki. mihez viszonyítani Aj, ezt a jelenetet. jelenetet. Tehát, hogy ez kopracsontra ugyanaz a jelenet, képvilág, Színel, fényelés, anyánk, minden ugyanez meg volt a szerep, tehát rendesen beöltözve, profi színész volt az egyik, és csináltak egy ilyen 8 perces valamit. Fogalmazom most finoman valamit. És, és utána nagy büszkén mondta, és ott emlékszel, hogy majdnem lefordultunk a székről? Hogy ja, ja. megkérdezte Éron, hogy mennyiből forgott ez a, ez a rövid film mert hogy baromi hosszú volt a stáblista, tehát tényleg úgy képzeljétek el, mint egy film végén, hosszú-hosszú táblista, mondjuk másfél percig, és utána egy ilyen 25 fős támogatói logó kupac. Tényleg kurva sok támogató. Iszonyat mennyiségű lóvét toltak bele, hogy mennyi volt ez a lóvé? 35 ezer euróról indultak, a vége 65 ezer euró lett. 65 ezer euró. Ö, osztottam, szoroztam gyorsan, mikor mi ott voltunk, csak ez beírom egy pillanat, 65 ezer eur in húf, amilyen szarul most a forint. Na, 21 millió úszkve körülbelül, amiről most beszélünk, nekik ennyiből forgott. Szerettem volna én is azt a kérdést megválaszolni, hogy körülbelül olyan 7-800 euróba forgott a miénk. Igen, igen. De... De mint utólag kiderült, a pénz nem minden, és a belefektetett pénz sem váltja meg a, a helyezést. Úgyhogy nem, nem, ez, a, ez a rövid film nyert. Egyébként voltak érdek, tehát én azt mondom még mindig, le, most már leülepedett bennem, hogy ugye dokufilmnek indult az egész, szerintem nem dokufilm nyert, ettől függetlenül pont azt mondtuk, ugye, hogy az volt szerintünk a legvállalhatóbb, legjobb, legérdekesebb talán. Volt ott animációs film, volt ott ilyen iskolás fiú összevagdosott valamit, volt ez a, ez a hatalmas költségvetésű francia, volt Igazán, nem... igazán nem, nem, nem voltak uh, tisztán dokumentumfilmek. Tehát Hát a Hogyha... francia az olyan messze volt tőle, az meg, mint <coughs> maku, hát Jeruzsálemtől? Makó. Mert Makó Jeruzsálem, így van. Így van. Tehát nem, nem is értettem, hogy hogy ott hány munka volt. Ö, azt nem tudom, hogy mennyi, hát ö, hatan jutottunk be az utolsó fordulóba. Tehát nem is értettem, hogy, hogy gyakorlatilag a hat filmből talán még egyre tudtam volna ráhúzni azt, hogy na, ez mit tudom is, én dokumentumfilm kategóriába indulhat, de a, a másik, ö, tehát ugye volt egy animáció, ami jó pofa volt, meg aranyos, meg, meg tényleg szeretnénk ezeket, hogyha valahol a, majd elérhető. Gondolsz. A <coughs> nem? nem, nem, mert a Conquistador az versenyen kívül igen, volt. Igen, volt a. hanem a papagályos. papagályos. Na, az nyert végül is. Az egyébként. Valami angol szervezet megbízásából készült, de az is egy uh, animációs. Tehát az inkább ilyen. ilyen uh, mi a vépelés? Várjál, uh, várjál, várjá, ez az a papagájos volt, de... mikor az egér meg a papagáj beszélget, ugye? Így van, így van. Na, így hát ez ez, ez a. Ez kimondottan egyébként ismeretterjesztőnek készült, minthogyha nálunk levetítenék, hogy ö, két ö, ember beszélget a söntésből, jó, úgy hallottam, károsabb az e Nem, nem, az e-cigaretta nem károsabb. Sőt, ilyen meg olyan vegyületek sincsenek benne. Tehát itt ilyen, ö, ilyen szintű, filmet tehát... kell elképzelni. Tehát ez inkább tényleg kicsit... ilyen ismeret. Kicsit szájbarágósan ismerette terjesztő film volt, de jó pofa volt. Igen, igen. Volt a, a fiatal srácnak a, a filmje, ami meg egy. Kvá, tél, az is tetszett egyébként, szerintem nem össze-vissza volt vagdalva, hanem, hanem tényleg erre a témára építette föl. De hát azért lássuk be, nem volt egy, mit tudom, is én micsoda. Inkább a. Hogy is szokták ezt mondani, hogy nem a technika adta el a filmet, hanem a, a mit tudom én, a srácnak a személyes varázsa, hogy fölépítette ezt az egészet. Tehát ő tényleg egy ilyen egy hát abszolút egy vicces amatőr. Story. Ugye egy vicces sztori köré Abszolút épített, amatőrként hogy... megcsinált egy vicces sztorit, így van. Igen. Aztán, és a... aztán volt, még, volt még az a... Az a a nő, na azt uh, tudtam volna még ilyen kvázi dokumentum kategóriába elképzelni. Melyik nőre gondolsz, az is a. a aki beteg volt, aki. Uh, mondjad már, uh, mi volt uh, ez a szorongásos. Pánikbetegség. Uh, uh, pánikbetegsége volt, és hogy neki a nikotin kellett a, az, ahhoz, hogy de ne, Valami rémlik, de ne állom, hogy... legyen rossz az állapota, vagy nem tudom én mi, de az, az egy picit olyan befejezetlennek tűnt, de, de ott is szerintem a szereplők, vagy a főszereplőnek, mert ugye ez a nő volt a, a, főszereplő, az ő személyes vallomása volt, az ami olyan, na tényleg ilyen dokumentalista jelleget adott az egésznek. Szerintem ők se nyertek. Nem. Hát meg ott volt a, az a némafilmszerű amerikai, tudod, mikor koldul a koldus, és nem cigit ad neki a mókus, hanem egy elcigit, és aztán azt használja, és akkor fölépül, vagy vagy normalizálja az életvitelét. Nem és tudom, aztán és akkor egyszer csak egy egyszerű lesz, és egy lesz eladó. dolgozik, igen. És, hát és egy ez egy. Szós. Tehát hát ez, ez egy ilyen ideologizált ilyen, valami volt. Ez egy ilyen nagyon buta sztori volt, egy nagyon buta kivitelben szerintem, tehát ilyen, ilyen túl Fifika. Fifika. Túl, ide, túl idealizált volt a, a, az Állipólag egész. Állítólag ez megtörtént esemény volt, vagy valami hasonló. De, ha kettő közül választhatnék, hogy leforgatok kis kisköltségvetéssel egy ilyesmit, vagy leforgatok nagy nagyköltségvetéssel Mondjuk ki, egymás között vagyunk, szerintem iszonyat ö, mesterkélt, maníros volt a Francia, tehát ez a, a véperek nem halnak meg, a véperek tovább élnek, és a, néztem rá, hogy ez mi, mi fa a, fa? ez mi a fasz. Ez mi a fasz? Aki nem, spoilerezhetünk annyit, hogy hogy lelövik őket, meg fejbeverik őket azzal a ütővel, fekszenek a földön, majd mivel ők véterek, feltámadnak és, és a glória jelentik őket. És én, mondom, én, annom, ez mi a fasz? Miközben a, a főszenvedőnek a kezéből ilyen, ilyen gőz pamacsok mennek ki. tudod, de, ott... hogy így jobbra-balra kinyitja és így a hú, az hú, az meg. pamacs, és így gondolkoztunk, hogy mi a fasz, a szaringáz vagy, vagy mi? <Sz szaringá szaringáztól elszoktak. Persze, azért Szaringálni, mondok. tehát. Úgy, hogy mindegy. Volt időnk, hogy, hogy leülepedjen a dolog, hiszen így gyakorlatilag vége volt a, a, az első napnak. Annyi volt, hogy ugye kiültünk, mert hogy ott is volt Q&A, és én, én hát itt mértem magamban, hogy kit mennyire ragad meg, és valóban egy három, meg egy négy, meg egy hét perces dokufilmhez képest a miénk hosszú. Ha néztem, azok közül igen, hosszú. Ha kihagytunk volna egy embert, nem hosszú, csak pont elvesztette volna az értelmét, de nem magyarázkodunk, csak egy háttérinfóként. Tehát én arra vártam, hogy jöjjenek a kérdések, vagy jön-e kérdés. És nem volt egyébként az összes többinél sem sok kérdés, tehát volt még két-három készítő ott, egy-két kérdés. De hogy nekünk kellett ahhoz, hogy valaki kérdezzen, az Éronnak kérdezni egyet, ami, amit meg nem lehetett értelmezni a kérdését ott, illetve nem volt kontextusban, aztán a, az Ausztrál vagy a Kanadai föltette a kérdést, hogy változott -e a helyzet nálunk azóta, hát ez megint egy ilyen, na csak kérdezzünk valamit, Úgyhogy euh, in, inkább igazából itt a, a készítők voltak ott a helyszínen, meg, meg EUFORS ugye <laughs> <laughs> EUFORS igen. <laughs> az minden alatt volt. De hát itt meg volt az első nap, lement kajálás, mi egymás, és, és utána jött a harmadik nap. Krisztián itt is folytatta természetesen a szocializációt a nap végén. Ott mi már nem, hanem én egy kicsit körbenéztem Varsóban, ott a környéken. A... aztán mi is volt? Utolsó nap pedig volt lezárás, ott már jöttek Farszalinoszék, ott már uh, David Swiner is, mondjuk ő másik, vagy a második nap is beszélt, de, de itt voltak olyan panelok, hogy mit tudom is, én leültek uh, um, hatan, heten, a pamlagra, és akkor szépen mindenki mondta a saját mondandóját, meg lehetett kérdezni, és eu nüssz ott is, é, ugye? De érdekes módban az meg, tehát bennem az csapódott le, hogy ugye ott volt, nem is tudom már melyik amerikai dohánygyártól volt ott a mókus, aki, aki ugye nyomta a, a, a témát, de annyi kérdés volt, hogy aztán elkezdték tömbösíteni, hogy igen, te kérdezz, meg te kérdezz, meg te kérdezz, és akkor szépen föltetek négy-öt kérdést, benne voltak kurva jó kérdések, és mintha az úgy el lett volna felejtődve az a kérdés, amire pont kíváncsi lettem volna. Úgyhogy ott egy kicsit vegyesek voltak az érzelmeink, és aztán jött a, a, az eredmény hirdetés a, a dokumentumfilm kategóriában volt ott legfiatalabb rendező, ugye megkapta az, egy ilyen oklevél, volt gyakorlatilag az a srác. Az a, teljesen. Ő tulajdonképpen még egy. Mi volt? Középiskolába jár, vagy valami hasonló, tehát 18 év alatti. Ennyi. És, és akkor ezt se kaptuk, meg azt se, azt se, azt se. Még ott volt egy darab díj, és akkor direkt néztem az órán a púzust. jó, oké, 138, egy helybe ülök, meg fogok őrülni. És akkor bemondták, hogy nem mi, hanem ez, a, ez az angol papagájos nyert. Hát ott egy picit azért leesett a, a teher a vállamról, szomorú is voltam, hogy ugye nem mi, de, de ugye ezt beszéltük, és az volt a jó, hogy előző nap beszéltük is, hogy mind a hármunknak, hogyha választani kellett volna egyet, hát legalábbis neked, meg nekem, azt tetszett az a papagáj, de azt nem Krisztiánnak is. Igen, de a versenyen kívüli tetszett nekünk igazán. A, a konkvisztádoros. Tehát remélem azt valahol elérhetővé fogják tenni. Amúgy azt gondolom, hogy a, az Áron által gyártott uh, rövidfilmek is hihetetlen jók. Hát annak tehát kurva a... képi világai voltak. A... Tehát tényleg gyönyörűek, és ö, ö, ugye azt is megbízásra csinálta az Éron. Remélem, hogy az is elérhető lesz, mert, 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 azok tényleg fú, tehát ott a kivetítőn is olyan tájak, meg, meg olyan emberek, meg na szóval, abszolút tetszett, nagyon jó volt. Azt egyébként javaslom, hogy, hogy azt a filmet nézzétek meg, kedves hallgatók, be is fogjuk linkelni, amit utoljára kiraktak éronék, amikor az Indiában voltak, és hogy, hogy, hogy védekeznek, ugye és voltak ott Indiából is, képviseltetik magukat emberkék, és ugye a videóban elhangzik, hogy az egyik nek azt mondta valaki, hogy ha megiszik napi ö, három vagy négy deci ananászlevet, azzal közömbösíti a Jó, cigarettázást. A másik, az ö, hányatja magát minden nap vízzel, és ezzel közömbösíti. Tehát, hogy ilyen ö, félretájékoztatás, vagy tudatlanság is van a világon, és na mindegy, arra akartam csak kiukadni, hogy azok az emberek, akik abban a filmben szerepeltek, baromi sokan itt voltak, ne az indiaiakra gondoljunk, hanem ott volt a, a doki, az a színesbőrű, akkor, akivel mi beszélgettünk ö, első este a sörözés közben, az angol ö, srác, aki egyébként valami mentőszolgálatnál dolgozik, tehát jó pofa volt így látni élőben, akiket mindig mondok, hogy a rockstárok és akkor ott volt a is és hatalmas dumája van, meg iszonyat jó beszélőkéje, meg, meg vicces a meg borzasztót, borzasztót fogyott. De az már tavaly is ilyen volt, vagy ő tavaly is ilyen volt, igen, de tényleg, de megtartotta, kurva jó. Úgyhogy ez volt, aztán ugye mi már tényleg ha, tudtuk volna, hogy nem... Lesz semmi, akkor már elindultunk volna előbb, mert elég szoros volt nekünk az úti terv, úgyhogy oda rohantunk Éronékhoz, mondtam, hogy szegény azt hitte, hogy azért megyek oda, mert nem, elnézést, meg ott izé, Nem, nem, hát picit mondom, most így megkönnyebbültem, meg, meg feszült is voltam, mert látott, és akkor kikacsintott, még mikor ott fönnültek, hogy nyugi. Hát mondom, nyugodt vagyok, basszeg elvisz a szívű fartus. <hállt> <hállt> de hogy mondta, hogy hát még ugye hazafelé még ott csateltünk egy kicsit, elköszöntem tőle meg jenny -től, mert mondtam, hogy nekünk nyaralni kell menni alig pár óra múlva, úgyhogy de mondta, hogy nagyon örül, hogy bemutathatták, tetszett nekik a, a film. Egyébként a miénk is, meg az összes többi is, össze lesz gyűjtve a weboldalt, még nem tudom, hogy a Billion Lives-os weboldalon, vagy valami más dedikált weboldala lesz -e neki, de hogy ezek a, vagy lehet, hogy a GFN oldalán, fene tudja, össze lesznek gyűjtve ezek a bejutott filmek, és azokat ott meg lehet majd tekinteni az összeset, tehát a franciát is, az angolt és az összes többi nációt, és akkor mindenki el tudja dönteni, hogy szerinte milyen volt, meg egyébként lehet osztogatni is majd őket úgyhogy, úgyhogy röviden ennyi volt, és aztán, aztán mi tekertünk haza, de ott volt menet közben motorbaleset miatt álltunk 20 percet, mert dugó volt. Mm. Akkor ettünk, a, de az, az már, azt a csehekné, cseheknél, cseheknél lettünk? KFC-be. KFC-be? Igen, igen. Na, hát ott akkor egyszer álltunk. <hül> cseheknél tankoltunk, uh... Uh, és akkor nem is tudom, hogy három óra fele értünk talán hozzátok igen, akkor mi ki a cuccot gyorsan amit az én adás, adás előtt lenyomta. mondtunk az elején mínusz az öltöny vagy bocsánat, mínusz minus az apó mínusz az, az inge. igen uh, és akkor és... mi kipakoltunk, átpakoltuk a cuccokat és mi indultunk nyaralni, te meg indultál haza igen, és még nálatok ittam egy kávét, és hát ilyen kiskunfélegyházán már így pofosztam magam, tudod, ablak le, rádió, full hangjelön, valahogy héten, hazaérjek. Azt a héten hallgattam a rádióban, hogy az alvás megvonás közben autóvezetés, tehát ez a hosszú 10, 10 óra, 8 óra, akármennyi, tök mindegy, mondták, hogy hogy 5-6 óra után körülbelül olyan, mintha a véredben nem tudom én hány ezrelék alkohol lenne, 10 óra után olyan, mintha erősen, kapatosan, tehát mint a bekarmolva vezetnél, gyakorlatilag úgy tompulnak az érzékeid, meg, meg halucinálsz, nem halucinálsz, ez rossz szó rá, de de hát, amit te is mondta, dörgölöd a szemed, meg lehúzod az ablakot, kirakod a fejed, mint észventúra, a kávé sem segít. Tehát, hogy ilyen, ilyen mm, úton a a, 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 vezetéssel összefüggésben a, a reakcióid, az érzéked, mint hogyha alkoholt innál, tehát ezért veszélyes ilyen sokat egy húzamba egy embernek vezetni. De ezek szerint túléltek? Na, de haza. tehát túléltem, <hazállt> hazaértem, te még akkor utána egy óra múlva elindultál Horvátországba. Szlovénia. <hazállt> hát, Szlovénia. Uh... Szlovénia, bocsánat. Na, szép egy ö, baleset volt, úgyhogy. Pff, na, de ennyi azért, volt a kis... azért jó volt, na, szerintem tökre rakéla. Jó. Persze. Volna. persze, persze, abszolút ö, jó volt. Ö, én hazaértem, tudod, így, meg azt hiszem otthon ettem, tehát a, már nem kellett vezetni, már nem számított, hogy mennyire vagyok uh, uh, tompa, vagy nem tudom én mi. Természetesen alig bírtam elaludni, akkor, uh, és írd és mond, három órát aludtam, és fölkeltem. Tehát annyira uh, összekavarodott minden bennem, na és akkor mondtam, hogy oké, okay, akkor most, mit tudom én, dél, megkajálunk, és nem fogok lefeküdni ebéd után, hanem nem is tudom, permetezek, meg valamit csinálok, hogy este fáradt legyek, aludni tudjak, és akkor visszabillen a az alvás ébrenlét ciklusom. És akkor ez így nagyjából össze is jött, tehát nem volt utána vele probléma, de ez egy két-három napig aránylag nyúzottnak éreztem magam. Nem tudom, te hogy voltál vele nyaralás hát, alatt. Ugye nekünk, és akkor most jön a mi történt veled a múlt héten. Üh, levezettünk, kurva jó volt a szállás, a szállásadó is, bár a reggeli az neked biztos nem ütötte volna meg a szintet, na mindegy. És az volt a szerencsém, hogy első nap az ilyen tengerpartra levenős döglős napot terveztünk, és akkor én ott egy kicsit úgy, úgy ki tudtam ezt pihenni, mert tud amikor én háton a napozó ágyban elalszom, hát akkor tényleg fáradtság van. tehát gyakorlatilag ott, ott ez nekem sikerült visszahoznom az elvesztegetett alvást egy picit, és aztán a környéken mászkáltunk, meg tengeresztünk, meg mindenkinek ajánlom a megnéztük. Hát, azt nem nagyon ajánlom. Tehát a két dolog, ami ott a környéken volt, az egyik a lipicai ménes, azt pff, erős határeset, annyi pénzt biztos nem értem, amit fizetni kellett érte. A másik pedig a, fú, melyik. Nem a posztolói, van ott egy másik barlang, a, mint egy kanyon. Tényleg, mint a Grand Kanyon, csak lefele, és te meg a tetején, a szélén mész egy kiépített ösvényen. Próbáltam fényképezni, de hát fényképezni, Tehát, Kérdeztem is a csajt, hogy nem használok a vakut a fény miatt, hogy neked a nalgásod, de nem mert, hogy fényképezni azért nem lehet, mert hogy akkor mindenki elkezd fényképezni, föláll, tartjuk ja. a sort, és akkor tovább kell a világítást, és akkor hosszabb a Nem no, 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 oké, hagyjuk egyet fényképezek passzomba. Nem, nem adja vissza, tehát borzasztó mélységek voltak ott, és hallod alul, hogy robajlik a víz, a jön valahonnan alattad látod, hogy megy a zúgó, átkelsz egy ilyen, egy ilyen baszom nagy gyaloghídon a, a semmi fölött, tehát 140 valahány méter volt a, a, a belmagasság, tehát azért ott voltán tér. Ö... És ott, ott, ott bent jó volt. Ott 12 fok volt, de a pólóba is tök jól el voltam, és amikor ott mész fölfele, és érzed, hogy ez már melegebb, ez most nem lesz jó. És, Párás, uh... szar, de bent jó volt nekem, azzal nem volt gondom egyébként. Nem, akkor amikor jössz el... kifelé. Igen, 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 úgyhogy mondták, hogy visszafele van kétfajta útvonal, van a van a szebb, meg van az ízi. Oké, mondom, gyerekek, merre van az ízi, akkor én arra mentem, és akkor a lanovka az a ferde, vasút, tudod, olyan, mint a fogaskerek, nem a fogaskerek, ami megy föl a várba. Olyan igen. volt itt is, egy kis kabin, és akkor fölvittek a kiindulási ponthoz gyakorlatilag egy mitum is, én egy 50-60 méterre följebb. Én arra mentem. A szony elindult a szebbik felé, aztán kb. 10 perc múlva rám telefonált, hogy inkább visszafordul, és én az ízin, mert hogy, mert hogy utána mutatta, hogy merre lett volna, és tényleg embertelen volt abban a melegben, mert hála Isten pont kifogtuk, tehát amikor ugye Varsóból elindultunk, kurva jó idő volt, mikor mi mentünk, kurva jó idő volt, mikor hazajöttünk, itt Magyarországon kezdett el csöpörögni, és azóta ilyen szar idő van, mint amit kinézel az ablakon. Uh, Tehát baromira kifogtuk, utána néztük, hogy másnap már ott is 19 fok volt a tengerpartnál, ami meg végig ilyen 28-35 fok környéki időkben mászkáltunk ott. A Lipicai az nem tudom, voltál-e már, látta de már? Na, szerintem nem. <kül> Szépnek szép, meg a lovak, meg úgy minden, de most szerintem valamit mondtak, hogy ott van egy nagy csarnok, és ott sem szabad fényképezni, de leszarom, de hogy, hogy só, tudod, só, ló, só, ezek úgy be vannak idomítva, majdnem, hogy mint a cirkuszban. Gondoltam, hogy olyan parádé lesz, mint egy ilyen versenyen, de Fifika erőltetett volt, hosszú volt, tehát, hogy behoztak hat lovat körbe-körbe, Futtatták őket, futottak maguktól 10 percig. De már a harmadik kör után untad, és aztán bejött egy lovas. Megcsinálta, ugyanígy a harmadik kör után untad, de még csinál tizet. Aztán bejött egy lovaskocsi, aztán bejött több lovas, aztán bejött két lovaskocsi. Tudod, ez olyan, bemegy, kimegy, bemegy, kimegy, ilyen volt. Aztán két lovaskocsi, aztán kimegy. Aztán bejött egy lovas, azt tudod, ez a ilyen furán megy a ló, meg így lépked, meg ugrál, az viszonylag jó volt, meg mikor, úgy, mint a Ferrari-emblémában, úgy, egy kicsit hátra ül a két lábára a ló, is fölágaskodik, az szép volt, meg érdekes volt. De ennyi. És mellettem néztem, hogy csak én, Nem, nem, mindenki unta. Nem, mindenki. Egyébként, hogy tegyem zárója, mi voltunk ott a legfiatalabbak. Tehát Egyébként szép volt a, a környezet, meg voltak ugye ott hála Isten kérdezték, hogy milyen tárlatvezetés kérsz, milyen nyelven volt angolul, tehát ezt körbe tudtuk uh, nézegetni, hallgatgatni, az jó volt, meg bevittek minket az istálóba, hogy nevezik el a lovakat, meg ah, csináltunk ott rengeteg képet. Ez, ez, is fura volt, nekem érdekes volt, nem tudtam, hogy mert ott volt minden ló fehér, a lipicai fehér. Nem tudom, ezt tudta, de... Nem. És hogy a kicsit. Tehát nekem mutatottak volna a rózsaszint, és érted, így, akkor is elhiszem. Mint fehér. A kicsi, meg barnák. Hú, mondom, itt, itt valamit csinált az asszony, amiről nem tudott az Ura, mert hogy ez barna, és mondta a csaj, hogy nem. Hát ez úgy van, hogy ezek baromi gyorsan nőnek egyébként. Egyéves korukra elérik azt a test méretet, amit felnőtt kor, tehát ez a felnőttkori méretük, és utána tudod így így ledobja a barnát befehéredik. Hát mondom, az úgy menő. Úgyhogy nálunk így működik. Minden Egyet... nap hipóba fürdedek, és egyszer csak, egyszer csak így befehérednek, érted? Igen. Az látható volt, hogy ugye szabadon tart, tehát voltak istállók is, voltak bent is az istállóban, mert hat évig képzik ezeket a lovakat, hogy ezeket tudják a parádékat, és előtte nem tudom én hány évig, szabad tartás gyakorlatilag, tehát mint a filmekben tudod, a fehér kerítés, kint van 60-70 ló. Mustang. I igen, Mustang. és akkor te ott azokon a kialakított ösvényeken tudsz sétálni, járkálni a lovak között. Csináltam egy pár képet, nagyon aranyosak voltak, tehát csak annyit mondta, hogy tényleg jött oda a kis csikó, hát meg nem simogattam csak a nagyobbakat, mondom, nehogy gond legyen belőle, de a nagyobbak, tehát annyira szocializáló voltak. Oda tartotta a fejét, végig simogattad az orrát, a homlokát, és, és ment a dolgára. Aztán utána vitték be őket a karámba. Tehát az a része szép volt, de ez, ez a show, ez, ez botrány szar volt, és tényleg valami... Szerintem kettőnknek fizettünk kétszer tizennyolc eurót. Azért azt úgy... Na, Na sok volt kicsit ez. Mert mondták, hogy be lehet menni itt a múzeum, meg tudod, mint egy, mint egy ilyen tájjellegű, uh -huh. mint egy, hogy mondják ezt, ami Szentendrén van? Nem major, hanem... Mm, skanzen! Skanzen, igen, ilyen skanzen jellegű, tudod, hogy be van rendezve egy templom, be van rendezve egy istáló, meg egy ez, meg egy ez. A második után, amikor az is zárva, az is zárva, hát mondom, figyelj, menjünk vissza, borítsuk rájuk az asztalt, mert tök jó, hogy azt mondják, hogy hogy meg lehet minden nézni, csak minden zárva van. És akkor mondta a nő, hogy nem, minden nyitva van. Hát mondom, voltunk itt. Ja, az mondjuk zárva. Meg ott is voltunk. Ja, az is zárva, de a többi nyitva. Ja, jó. Oké, okay, köszi. Na, úgyhogy ennyi volt a Lipicai Lipicai Ménes uh, sztori gyakorlatilag, de egynek az is elment. A, a Csepkő barlangot azt, azt, tényleg mindenkinek tudom javasolni. Posztolyna is az, az baromi nagy, nem tudom, ott voltál-e, ott kis vasúttal visznek a föld alatt, az meg 10-15 percig megy veled a vasút, hogy elérd azt a pontot, ahonnan mész tovább. Olyan képződményeket nem láttam a teleken sehol máshol Magyarországon sem. Ez meg a, a méreteivel. Hogy, ő, érdekesebbek voltak a képződmények is. Jó nézett ki, na, baromi jó nézett ki. Úgyhogy nekem ennyi volt. Hmm. Most azon gondolkozom, hogy mi történt velem, de miután hazajöttünk... Hát valamit csináltam észre, mert hogy a zakomra pakoltad. Ja, a feleségemnek ez a, a pedagógus szakma mellett ez a hobbija, hogy ő fest falat minden évben, tehát olyan nem múlhat -e nyarú, el úgy év. Oly, nem telhet el úgy évért, érted? hogy vagy kívül, vagy belül, vala, de Valamit valahol festeni. festeni. Kell. Valamit festeni kell. És akkor ugye elmentünk festékért, mert hát uh, hazajöttem, kinyitott ugye a webshop, és... Uh, Két csomagunk, az egyik a román oldalon keveredettel, a másik a magyar oldalon keveredettel, halál idegbeteg voltam, és ez valami tébolyda, érted, hogy itt feladok egy csomagszámmal valamit, átér a határon, és Magyarországon kap egy új csomagszámot, érted a magyar dpd nél és én azt már nem tudom. Ha az ügyfél kap e-mailt, akkor ő tudja a magyará csomagszámot, és azt a nemzetközi keresőbe meg tudom keresni, de ha az én csomagszámommal keresem, annyit látok, hogy elhagyta Románia területét, az szavasz. Úgyhogy, ú, te, voltak olyan... De végül is a majdnem száz tételből kettő volt ilyen problémás, de mind a két ügyfél nagyon türelmes volt, úgyhogy innen is köszönöm nekik a türelmüket. Aztán ugye a, 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 a GFN után elkezdtek ömleni a levelek, én így Krisztiánnak próbálom ezeket azért. Van, amiből ő kap, van, amiből én kapok, van, amiből mind a ketten kapunk, tehát így azért baromi nehéz követni ezeket a, a történeteket. Lassan, lassan szállíthatok 20-as nikotint Magyarországra, és közben ugye elkezdődött nálunk is a, a én most már csak így hívom, hogy a nikotin só korszak, és most tesztelgetjük a éppen még podcasteltünk, egy 20 mg-os uh, levessel próbálom uh, magam helyrehozni. Uh, körülbelül olyan erős a 20 mg-os nikotinsó, mint hogyha nem tudom is, ilyen hatost szívnál. Tehát annyira vágja a torkodat. Igen, erre számítottam volna én is az a kapcsolatban, amit a kocsiban szívtam, de ezt a jövő heti adásban kibeszéljük, hogy mi történt a kocsiban. Tudod, ami a kocsiban történt, ott Tört is maradt. A... Az ott is marad. Igen, <laughs> ez nem marad bennünk. Jövő héten kibeszéljük, hogy mit szívtunk a kocsiban, és uh, behúzzuk a kertkaput. GFN-ről még a Krisztiánnal akkor valamikor, valamikor megpróbálunk összehozni valamit zanzásított anyagot videóformában. Jövő héten pedig megpróbálunk jönni a következő podcast epizóddal. Fifika, jót beszélgettünk, találkozunk jövő héten, kérem a zakómat, szavasz! Egy élmény volt, sziasztok!